Egy évtized alatt országos vetélkedő sorozattá növekedett a Pest megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának kezdeményezésére indult Krimit Tud. Az idei döntőnek ismét a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet Kőbányán lévő konferencia terme adott helyet, és 7 csapat mérte össze tudását, kreativitását. A házigazda dr. Bozsó Zoltán, BV Dandár tábornok, az intézet parancsnoka is üdvözölte a résztvevőket. A megnyitóban pedig Latorovszky Gábor rendőrezredes, a Pest megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese köszöntötte a diákokat, tanáraikat, a zsűrit és a vendégeket. A Krimit Tud sorozat hátterének érdekességeit Szoboszlainé Schiller Zsuzsanna, a Pest megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának osztályvezetője idézte föl. Azért ez egy nagyon szép szám. 10. alkalommal megrendezni egy ilyen rendezvényt, egy ilyen tulajdonképpen szolgálatot. Végül is milyen érzések töltik el? Valóban 11 évvel ezelőtt egy nagyon egyszerű ötletként indult útjára a Pest megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának szervezésében ez a rendezvény, a Krimit Tud elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő, és akkor még álmunkban nem gondoltunk arra, hogy a mai napon itt ezt a 10. jubileumi rendezvényt tudjuk majd megrendezni. Folyamatosan fejlesztettük a programot. 2017-ben a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával egy pilot projekt keretében szélesítettük ki, akkor 12 megyei rendőrfőkapitányság kapcsolódott be együttműködőként ebbe a programba, majd a következő évtől, 18-as évtől teljes ország rendőrfőkapitánysága szállt be ennek a rendezvénynek a szervezésébe. A mai napon 7 az elődöntők nyertes csapata jelentkezett, hogy versengeni szeretnének a középiskolás diákok. Ezt a programot egy nagyon újszerű, illetve támogatandó programnak ítélte meg a bűnmegelőzési tanács, és változatlan a mai napon is egy pályázati projekt keretében az ő támogatásukkal érkeztek ide ugye a gyerekek. Azt gondoljuk, hogy végtelenül büszkék lehetünk erre a programra, hiszen szerepel a Krimit Tud rendezvény a bűnmegelőzés eszköztárában. Felismertük annak idején, hogy a játék maga milyen fontos a gyerekeknek, a játékos tanulás, az, hogy azokat az ismereteiket, a bűnmegelőzéshez kapcsolódó gondolataikat ne feltétlenül egy frontális előadásból szerezzék meg és adhassák vissza, hanem szerepet játszva, szituációkat megelevenítve, abból a következtetéseket levonva legyen lehetőségük egy rendkívüli keretben számot adni erről a dologról. Folyamatosan az évek során érkeztek hozzánk a visszajelzések azzal kapcsolatban, hogy egyre több és több gyermek szeretne ebbe bekapcsolódni. Jelen pillanatban a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet adott otthont ennek a rendezvénynek. Erre a szakmai munkakapcsolatra is végtelenül büszkék vagyunk, hiszen ők is egy támogatandó projektnek ítélték meg ezt a mai napot. Végül is maguk a fiatalok, akik részt vesznek ebben, tulajdonképpen kulturális, mondhatni, színjátszóköri tevékenységet folytatnak, egy sajátosat. Mik a vezérelvek? A vezérelv egy adott és már ismert bűnmegelőzési szituációnak a Beugró című tévéműsor adott játékszabályai szerinti megelevenítése és eljátszása. Ez egy játék, de mégis azokat a komoly helyzeteket hozza elő és kínál megoldási módokat, amikkel a gyerekek egyébként a napi életük során is találkozhatnak. Ilyen a kábítószerprevenció, az interneten elkövethető zaklatások, a családon és az iskolán belüli erőszak, és sok-sok olyan pont, amit ők maguk is megélhetnek napi szinten, és mi erre próbáljuk felhívni ezzel a figyelmet, és egyben megoldási módot is keresve rá. Ugye gyorsan változó világban élünk, és 10 év alkalom lehetett arra is, hogy bizonyos mértékig mások azok a helyzetek, azok a szituációk, amik 10 évvel ezelőtt voltak. Mások-e, vagy tulajdonképpen ezek állandósultak? Nem, ezek teljesen mások. Hát ha körülnézünk a világba, és csak tapasztalattal próbálunk meg gazdálkodni és gondolkodni, a kiberbűnözés, a zaklatás különböző formái, az interneten előforduló bűncselekmények, ezek mind-mind olyan újszerű elkövetési formák, ahol az áldozattá válás megelőzése a legnagyobb szempont. Nyitottak a ifjú emberek erre?
erők abszolút nyitottak. Ezt tapasztaltuk azon a 7 elődöntőn, amit most a kollégáim országos szinten lebonyolítottak, hiszen az a 7 legjobb csapat van itt, akik most ugye az elődöntőkből ide kerültek. A gyerekek nagyon-nagyon szeretnek játszani, nagyon-nagyon szeretik megmutatni szerepjátékban az ő tudásukat, és az ő tevékenységüket és produkciójukat művészeti és szakmai zsűri fogja a mai napon is értékelni. A zsűriben kik vesznek részt? A zsűriben a mai napon az Országos Rendőr Főkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa vesz részt, Melát Attila baptista lelkész úr, aki hosszú-hosszú évek óta támogatja az osztályprevenciós munkáját, illetve 2 színművész, Kálói Molnár Péter, ugye a Beugróból ismert művész úr, és Kis Ernő Zsolt, a Madách Színház művésze. És a műsorvezető továbbra is az immár hagyománnyá vált módon Novák Péter? Így igaz, Novák Péter úr az első ilyen 10 évvel ezelőtti alkalomnál már garantálta nekünk azt, hogy nagyon nagyra értékeli a programot, nagyon hasznosnak ítéli a programot, és az ő ígéretének megfelelően a mai napon is itt lesz velünk. A vetélkedő tehát Novák Péter vezette, és át is vette a mikrofont. Volt egyszer egy televíziós műsor, az is 10 éven át tartott, 10 évadot élt meg, aztán még nagyon sokat játszottuk színházba, és még remélem, hogy fogjuk is. Ez volt a Beugró, ez a Beugró játék, mondom azoknak, akik akkor születtek, amikor mi abba hagytuk. Károly Molnár Péter barátom alapítója ennek a kis társulatnak, nyilván aki azért a YouTube-on utána nézett, hogy mi volt ez az egész, az ő többször is láthatta mindenféle remek alakításokban, nem véletlenül ő most a zsűri elnök, egy igazi szakavatott, sokat próbált improvizatőr színésszel gazdagodott most a zsűrink idén, meg hát természetesen a szokásos 7 csapattal. Legjobb tudomásom szerint minden csapat készített valamiféle kis ilyen indulószerű vagy szlogenszerű mondatot. Menjünk végig gyorsan. Egyes csapat. Ja igen, fontos maszk szabály, hogy aki éppen szerepel, vagy színpadon áll, vagy mindkettő, az leveheti a maszkot, jó? Tehát akkor egyes csapat, maszk le. Ja, zenés, táncos? Azt nem tudtam. Jó. Mindenesetre akkor gyorsan tisztázunk, mert ezt későbbre tartogattam, de ez állandó kérdés szokott lenni, hogy hát mi a színpad és mi a nézőtér viszonya, ha fogalmazhatok így. Ugye azért csinálunk színházat, hogy megmutassuk azoknak, akik eljönnek és megnézik ezt. Ezért nagyon-nagyon fontos tisztáznunk, hogy a közönség az arra ül, jó? Tehát volt itt az elmúlt 10 évben mindenféle, volt, akit háttal nagyon halkan így beszélt, hosszú-hosszú perceken keresztül, az egy kicsit nehéz értékelni, tehát kérek mindenkit, hogy a zsűrinek mutassa meg magát, és feléjük működtesse a produkciót, akkor lássuk az egyes csapatot, akik... Köszönjük szépen! Ez már az értékelésnek a részét képezi, mondom, a zsűrinek. Érdemes megfigyelni azt a különleges koordinációs gyakorlatot az egyes csapatnál, hogy bal jobb, bal jobbra, jobbal kezdhetem. Bal jobb. Ami önmagában is már egy nagyon magas teljesítmény, tehát a jobb és bal agyféltekének a teljesen különálló működését is mutathatja nekünk. Kettes csapat következik. Húha, kinek mi baja van? Veled mi történt? Keresztszalag, nekem 2 is volt, marha klassz. Na hát akkor ti maradjatok ülve, értelemszerűen. Semmi, ez nem volt megszabva, hogy ez micsoda, tehát ha az egyetlen egy mondat, vagy egy csatakiáltás, nekünk az már bőven jó. Soha nem tudhatod, kilapul a maszk mögött. Hát a kettes csapat, köszönjük szépen, ezúttal. Hármas csapat helyben, asztal mögött, vagy kint a színpadon? Helyben. Csak itt helyben. Jó. Mi a Debreceni Aliengre gimnáziumban érkeztünk, és a Lisszabonka vízió volt. Amit csinálunk, az nem vízió, harapunk, mint a vízió. Igen. Televíziló, még az is jó lett volna. 4-es csapat, ja itt vagytok, sziasztok. Mi volt a szó? A szó volt az a vitaminbomba. Vitaminbomba.
Mi a Váci Kortépítéti Zeneművészeti Szakgimnáziumból érkeztünk, és vitamin bomba. Zenei tudásunk úgy nő, mint a gomba, mert nem adta a torkunkon a vitamin. Ne is legyen! Ötös csapat! Nagyon cuki, hogy divatos legyek. Hatos csapat, hol ül? Ja, szevasz, hogy be vagytok fordulva, és ez később majd gondot fog nekem okozni, úgyhogy ezt tegyük már meg. Köszönöm. Mi a Váci Szakképzési Centrum Boronkai György Műszaki Gimnáziumából, és kezdjük már, mert érkeztünk. Mi szakunk az a Vénusz. Vénusz? Hip-hop, rap, műfaj! És végül a hetes csapat, kiknek szava volt? Mi a 11. kerületet képviseljük, a mi szavunk a dömper, és az egyszerű, olyanok vagyunk, mint a dömper. Mi? A bemutatkozás után következtek a produkciók, amelyekből most a teljesség igénye nélkül fölidézünk néhány részletet. A zsűrinek igazán nehéz dolga volt, de azért végül meghozták döntésüket. Kállói Molnár Péter zsűrielnök arra is vállalkozott, hogy a maszkot meglazítva néhány jó tanácsot adjon a résztvevőknek. Nos, ezekből idézzük fel az egyiket. A túlzott kreativitás is, okozhat problémákat. Ez furcsán hangzik, de hogy annyi jó ötletetek volt, ez látszott, hogy nagyon tele voltatok ötletekkel, de egy-egy ötlet nem volt kijátszva. Szóval nem játszottátok ki, mert már jött egy következő ötlet. Tehát, hogyha ha elkezdtek egy történetet, egy ajánlatot valaki bedob, akkor azt tessék végigvárni és végigjátszani, és figyelni a másikra. Ugye nekünk annak idején ennyi szakmai titkot a Péterre szintem elárulhatunk, hogy volt egy improvizáció tanárunk, aki... Nem fogom hosszan elmondani, mert ez több hónap volt egyébként, de három nagyon fontos dolgot mondott nekünk, hogy nagyon fura, de az improvizációnak van három aranyszabálya. És ugye hát gondolkoztunk azon, hogy improvizációnak szabálya, hát ez pont arról szól, hogy improvizálunk, tehát hogy micsoda szabály, hát az a lényeg, hogy szabadon az ember és kreatívan alakul, ahogy alakul. Na nem. És aztán rájöttünk, hogy igaza van. Andy Hefflernek hívek, egy amerikai színész, aki ugye Kaliforniában munkálkodott, aztán most Magyarországon él, és van is egy ilyen improvizáló színháza. És ez a három aranyszabály nagyon röviden, a következő, remélem eszembe jut mind a három, nem, eszembe fog jutni. Szóval az egyik, hogy a másiknak jó legyen. Ezt én most nektek rögtön továbbadnám a tanácsot.
Tehát azt akart, hogy a másik jó legyen, add föl neki a labdát. Tehát ne te akarj poént mondani, hanem add föl neki a labdát, hogy ő ezt le tudja ütni, hogy ő arra reagálni tudjon. És majd meglátjátok, mi ezen nagyon sokat tanultunk, mert azért a beugróban is négy elég komoly akaratú színész volt, meg ugye még a Peti is, aki közben ugye zseniálisan, dramaturgiailag az egésznek a ritmusát ő adja meg. Tehát ez egyértelmű, hogy nélküle ez nem lenne ilyen ez a műsor. Szóval nagyon sokat tanultunk ezen, hogy attól, hogyha én a másiknak segítek, és föladom neki a labdát, hogy ő egy jót tudjon mondani, egy jó szituációba kerüljön, attól nekem is jobb lesz, mert jobb lesz az egész jelenet. Tehát ez az egyik aranyszabály. A másik, hogy ne a legalacsonyabb ágakról szedjük le a gyümölcsöket. Tehát vannak kézenfekvő poénok, de ne feltétlenül azokat süssük el, hanem inkább a magasabb ágakig nyújtózkodjunk, és erre is jó néhány példa volt ma, ami nagyon nagy boldogság, hogy voltak ilyen nagyon kifinomult, finom asszociációitok, úgyhogy ezért külön köszönet. Az összebeszéd, mondom, azon még van, mit dolgoznotok, tehát szerintem ilyen koncentrációs gyakorlatokat, hogyha valakik ezzel még szeretnének foglalkozni, akkor azt nem árt csinálni, hogy hogyan ne szóljak bele a másikba. Az eredményhirdetés következett. A 10. krimit tud vetélkedőnek 2 külön díjasa lett. A mai napon egy fiú és egy lány kategóriában fogunk átadni külön díjat. A fantasztikus lány szereplőnk a mai napról, aki külön díjat kap, Bogdán Anna Barbara. Külön díjat kap Gazda Zoltán is. Évi 10. jubileumi krimit tud vetélkedőt. A 3. helyezéssel a debreceni Ady Endre gimnázium vitte el. Második helyezett lett a Váci Bartók Pikéti Zeneművészeti Szakgimnázium csapata. Mielőtt az első helyezett csapat nevét felolvasnám, annyi lenne a kérésem, tapasztalva az elmúlt 10 évet, hogy utána felborul a fegyelem, mert mindenki nagyon boldog és fotózkodik, hogy egy nagyon pici időre még majd csücsenjetek vissza a helyetekre. Tehát a 2021 évi krimit tud vetélkedő első helyezett nyertes csapata,
A 11. kerület Gimis Nagy Dumások csapata lett. És most már mindenki belenézhet a táskába. Ezek után felidézzük az első helyezett csapat egyik versenyszámát. Végül, de nem utolsó sorban a szünet előtt a dömperek vagytok, vagy mi? Dömper? Jó, gyertek. Hetes csapat, húzzatok cetliket. A szituáció pedig a barátotok elmeséli, hogy beleolvasott a párja telefonjába, és ott félreérthető üzenetváltást talált egy szintén abba a suliba járó fiúval, lányjal. Megkér titeket, hogy suli után várjátok meg, és ijesszetek rá egy kicsit, akár egy-két ütés is beleférhet. Na, tehát egyrészt van egy féltékenységi dráma. Te nem vagy benne a jelenetben? Ja, értem, jó. Három férfi féltékenységi drámáját láthatjuk majd. Marci, Sasza, nincs. Jó, Zoli, Zalán. Hát most, de a Sasza az akár fiú is lehetett volna, ott van például a Sasza nevű énekes haverunk is. Na, tehát akkor egy ilyen, megint csak a, ez ugye több erkölcsi kérdést is fölvet, hogy egyáltalán belenézzünk egy másik ember telefonjába, másrészt pedig, hogy ez a eljárás egy nagy romantikus élethelyzetben, hogy agyon csapjuk a másikat. Mondjuk persze számtalan drámairodalmi szituációt föl tudunk erre vonultatni, hogy vannak ilyenek, de hát azért mégiscsak azt szeretnénk érezni, hogy a 21. században élünk. Tessék! Zoli! Kövess élőben és láss csodát! Inkább, mielőtt hülyeségeket búcsizol nekem. De annyi mindent jelenthet. Ott volt a körökben, élőben fogom nézni, hogy odamész, fogod is. Aztán eljön a két pukkandúr. De azt minden csak azt mondod, simán lehet félreértés. Az a baj, igen. De mi van akkor, ha most... Zoli! Mi van akkor? Dobjál mindent és nézd fel az égre, most rögtön páratlan látványban lesz észre. Gondolj bele, megnézted a telefon, és mi volt benne? Gyanús üzenetet. Ha elmondanád megvenni, mi történt? Jó, Isten, megnézted a telefonomat, ez én nem hiszem benne. Nézd meg, lesz egy plusz pontod, lesz az, hogy te bíztál benne, ez plusz motivációs. De barátom, mi a pont? Gondolj bele, egy kicsit a mitre akárnál legyen be, és hagynál. Zalán! Most nem tudom véletlenül, hogy én miért jöttem erre. Hát én sem jöttem, ha nem vagy hajlandó kiállni mellette, figyelj! Én most megmondom, hogy miért fog folyni. Marci!
Dani! Az élet játék határok nélkül, de ez nekem már nem játék. Nekem ez már kicsit több. Jaj, négyet. Mert nem játék, érted? Mert nem játék. Marci! Melláth Attila baptista lelkész is régóta együttműködik a Krimittud csapatával. Ön már törzsgárda tag itt a Krimittud vetélkedőben. Egyáltalán hogy került bele egy lelkész számára, ez milyen terület? 2008-ban kereste meg a Pest megyei rendőrkapitányság Vác városát. Elsősorban az akkori dr. Berr Miklős püspök urat, hogy a rendőrség szeretne együtt működni civil szervezetekkel, egyházakkal, és kéne ehhez a tevékenységükhöz egy pap. És mivel én jó viszonyban voltam Berr Miklóssal, bár más felekezethez tartozom, de emberi értelemben nagyon jó viszonyban voltunk, ezért ő engem ajánlott, hogy az Attila elég kreatív, az Attila elég mozgékony, és az Attilának nagyon sok szabad ideje van. És tulajdonképpen így 2008-ban kezdődött ez a kapcsolatom a Pest megyei bűnmegelőzési osztállyal, és hát elég sok programot csináltunk Pest megyében. Ez a vetélkedő ugye most már a 10. Milyen tapasztalatokat summázott a korábbiak során, hiszen immár úgy tekint erre, mint egy elemezhető historikus történetre, nem? Igen, hát biztos, hogy az első, ami még a Teve utcába volt megrendezve, az első ilyen krimiben jártas, krimiben tudós vetélkedőhöz képest minden év előrelépést jelentett. Egyrészt azért, mert az első időben csak Pest megyei csapatok versenyeztek, és aztán úgy az 5.-6. táján lett ez országos lefedettségű, és emlékszem, ott voltam azon a megbeszélésen, ahol az összes megye képviseltette magát, plusz Budapest, és csak 14 hely volt, és hát óriási nyomás nehezedett az alezredes asszonyékra, hogy na ki legyen az a 14. Nagyon érdekes volt önmagában is, és én azt gondolom, hogy amióta ez országos szintűvé vált, és vannak úgynevezett elődöntők, és ez a döntő, megmutatkozik az, hogy a gyerekekben mennyi kreativitás van, és megmutatkozik az, ami a célja is ennek, hogy a gyerekek oktassák a többieket az itt tanult elméleti meg gyakorlati anyagból, és ez megvalósul. Minden évben többen jelentkeznek, minden évben magasabb a színvonal, és minden évben találkozunk olyan tehetséges gyerekekkel, akik akár a színművészet felé mehetnek, vagy akár a védelmi testületekhez, lehet ez rendőrség, katonaság, és azt hiszem, hogy aki ezt a pályát választja, az talán megterhelő pályát választ, de egy nagyon szép hivatást is.
Ön, mint lelkész, gondolom, hogy érzékenyen rezonál adott esetben a belső világára mindazoknak, akik részt vesznek egy ilyenben. Szóval milyenek ezek a fiatalok? Én azt gondolom, hogy akik ebben a vetélkedőben részt vennek, azok egy kicsit affinisebbek a társadalmi mozgásokra, az etikára, a morálra, talán még az erkölcsre is. Tehát ők inkább abba a kategóriába tartoznak, akik ugyan buliznak, de józanul. Vagy vannak kilengéseik, de nem sértenek törvényeket. És az én meggyőződésem, azért is dolgozok együtt a bűnmegelőzési osztályon, mert valamilyen szinten ők is üldözik a bűnt, én meg ellenzem a bűnt, tehát itt tulajdonképpen a bűn szócskán belül találkozik az elképzelésünk. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekes, néha kell jelentést írnom, hogy mit csináltunk a Pest megyei rendőrfőkapitány úrnak, és egyszer az egyik jelentés végére odaírtam, hogy egyébként úgy érzem, hogy a rendőrségi állománynak is szüksége lenne egy kis lelki ösztönzésre. És én csodálkoztam a legjobban, hogy 3 nap múlva csöng a telefonom, a titkárnője megkért, hogy ilyen és ilyen dress code szerint menjek be, és beszélgessünk el, és egy nagyon tartalmas és nagyon jó beszélgetés alakult ki, ami után csapatépítő tréningeket csinálhattam Pest megyei különböző rendőrségeknél, és én nekem az volt a megérzésem, hogy igenis a rendőr is ember, el tud fáradni, nagyon-nagyon sok terhet hordoznak, ezek pszichés terhek, és jó, hogyha vannak olyan alkalmaik, amikor ezt ki tudják beszélni, amikor ezt le tudják tenni, és megfrissülve tudnak tovább menni, és ez is egy kis szegmense az én szolgálatomnak, ha lehet ezt így mondani. Az elmúlt talán most már több is, mint másfél évben a pandémia miatt extra helyzetek keletkeztek mindenhol a világon. Önnek lelkészként milyen tapasztalatai vannak? Hogy vagyunk? Most már azt lehet mondani, hogy folyamatosan változik a helyzet. Az elején még azért volt egyfajta ismeretlenség és reménység, hogy viszonylag gyorsan vége lesz. Most már erről senki nem beszél. És ezzel egy időben a konfliktusok száma is növekszik. És a konfliktus alatt nem feltétlenül fizikai bántalmazásra vagy ilyesmire gondolok, de az, hogy idegesebbek lettünk úgy általában, türelmetlenebbek lettünk úgy általában, és csak nagyon kicsi rétege a társadalomnak az, aki azt mondja, hogy eddig se jártam sehova, most sem mehetek, jól érzem magam. Tehát a társadalom 70-75%-a, és nem csak Magyarországon, az egész világon, már várja, hogy na mikor lesz vége, és azt hiszem, hogy az lesz az egyik legjobb bejelentése valakinek majd, aki azt tudja mondani, hogy 1 hónap múlva vége, de hogy ez 2025 vagy 2048, hát ez az, ami titok, amit nem tud senki. És ezt a fajta, ezek szerint ideális esetben türelmes várakozást vagy elviselését a helyzetnek az egyház hogyan titulálja, hogyan minősíti? Hát egyfelől teológiailag tisztában vagyunk azzal, mert a Biblia írja, Jézus mondja, hogy lesznek nem csak földrengések, nem csak különböző éghajlatváltozások, hanem éhínségek és járványok. Tehát ilyen értelemben ez nem lep meg. Abban az értelemben igen, hogy egy olyan típusú járvánnyal találkozunk, talán azt lehet mondani világon, ez az 1930-tól született társadalom, amit nem tapasztaltunk eddig. Amit nem tudunk, hiába vagyunk nagyon okosak, nem tudunk kivédeni, de megmerem kockáztatni, hogy még a legokosabb tudósok sem tudnak értelmezni, hogy miért betegszek meg én és ön nem, holott egy légtérben vagyunk, vagy ő miért hal meg, és amaz, aki rákos, beteg, és a többi meg miért marad életbe. Tehát ez egy óriási dilemma, amire még nincsen válasz. És hogyha nincsen válasz, a ma embere az szereti a gyors válaszokat. Amit unalmasnak tart, kattint egyet és más csatornát nézd. Nem tudja elviselni, hogyha valamit nem tud. És ez most egy ilyen dolog.
És ezért mondom, hogy van egyfajta feszültség, azon kívül, mint minden korszakban vannak a szkeptikusok, akik mindent tagadnak, és szerintük az egész egy nagy átverés, és igazából még erre sem tudunk exakt választ adni. Ugyanakkor viszont sokan fordulnak a hithez, különböző hitstruktúrákba. Mi lelkészek azt szeretnénk munkálni, hogy ez Jézus irányába tolódjon el, ne az ezotéria, ne az okkultizmus, hanem egy valóságos, ráadásul a betegségeket is adott esetben gyógyító Krisztus hit felé.